várjuk a júniusi népszavazás eredményét. Amennyiben a falu ott akkor a népszavazáson úgy dönt, hogy nem szeretnék a bányát, akkor ezt mi tudomásul fogjuk venni. Négy év telt el azóta, hogy Vas Péter, a Bad Bow Kft. Ügyvezetője ígéretet tett, a helyiek akarata ellenére nem nyitnak kavicsbányát Madocsán. Népszavazást is tartottak, ahol 23 igen ellenében 1179 darab nem szavazat érkezett. Ennek ellenére a cég meggondolta magát, a Tolna megyei kormányhivatal pedig új eljárást indított. Február közepén emiatt tartottak közmeghallgatást a Madocsai faluházban. Maguk erőszakkal települnek, nyomulnak mi ránk, én azt kérem, hogy most álljanak föl és húzzanak a tarkába. Indulatos szavakkal indult a közmeghallgatás Madocsán, ahol ismét az volt a téma, hogy nyithat-e a település határában kavicsbányát a Betkavics Kft. Maguknak ez aranybánya, nekünk meg egy kavicsbánya lesz. Az átlátszó 2018-ban írt először arról, hogy a Paks közeli Madocsán kavicsbányát hoznának létre az ott élők akarata ellenére. Először a Bad Bow, majd később a tulajdonában álló Betkavics Kft. Készítetett környezeti hatástanulmányt a bányatelek kialakításához. A Madocsai önkormányzat a cég kérésére először módosította a településrendezési tervet, később azonban a lakossági tiltakozás hatására visszavonta a határozatot. A község vezetése azóta is határozottan kiáll a döntés mellett, és elutasítja a beruházást. Önök miért nem hallgatnak meg bennünket, amikor egy olyan népszavazás lett itt végrehajtva a faluba, és teljes egyetértéssel, és ezt miért nem hallották meg önök? Most önök elvárják, hogy mi hallgassuk meg önöket. De a népszavát, a falu szavát, a közösség szavát nem hallgatták meg. Hát milyen jogon várják el azt, hogy ide jönnek másodszor, harmadszor, negyedszor vagy ötödször, akár milyen kísérettel, és mi itt maradjunk csöndben. Itt sem ülhetnénk, mert a népszavazás nyomán belekerült a településrendezési tervünkbe, hogy bányászati tevékenységet azokon a területeken nem lehet folytatni. Sem kutatást, sem rendes bányászatot. Miért vagyunk itt? Ennek el sem szabadott volna kezdődnie, a hatóságnak úgy gondoljuk, ezt élből el kellett volna utasítania. A helyiek tartanak a portól, a zajtól és a megnövekvő forgalomtól. Ráadásul úgy vélik, hogy az érintett földek az átlagosnál jobb minőségűek, és a vízbázisokat is féltik. Még nagyon fontosnak találom azt is megjegyezni, itt a fiatalokat említettem, pont a te beírásodat olvastam, hogy a föld az megújul, az ellát minket, az táplál. Meg kell adni a tiszteletet neki, és kérni kell, és adni. De hogyha ez a bánya meg lesz, és kirabolják a földet, az egyszer van, és utána nincs, de nekünk itt marad az, hogy el van pusztítva a környezetünk. Ez olyan, mint mikor beköltöznek a vadonatúj lakásba, és föltüzelik a parkettát. Azt eléget majd tovább állnak. A bányatelket a Duna mellett egyes lakóházaktól mindössze nagyjából 1 kilométerre alakítanák ki. A bányászati cég 138 hektáron, 9932 négyzetméter nagyságú telken kavicsos homokot termel neki külszíni fejtéssel. Mivel ez elsősorban a talajvíz alatti kotrással lehetséges, a bányatelek létesítése környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött. Erről vitáztak többek között a közmeghallgatáson. Kevés sikerrel. Ennek a közmeghallgatásnak ugyanis szerintem két funkciója van. Az egyik az, hogy önök elmondják, amit szeretnének, és ezt mi végig is hallgatjuk nagyon szívesen. A másik meg az, hogyha vannak kérdések, akkor arra válaszoljunk. Hogyha önök nem kíváncsiak az önök által feltett kérdésekre adandó válaszokra, attól az a közmeghallgatás még nem lesz sikertelen, akkor majd beküldjük a hatóságnak írásban. Tehát ez csak önökön múlik, hogy most itt potyára ültünk egy 10 percet és hazamegyünk, hazamegyünk. A tervek szerint a bányából évente 1 millió tonna ásványi anyagot termelnének ki, 10 havi aktív termelés és 2 havi karbantartási szünet mellett. A cég számításai alapján a havi maximális kitermelés 100 000 tonna lenne évente, ami naponta 3225 tonnát jelentene. A bányában 14-en dolgoznának, a bányatelek nyersanyagkészlete pedig megközelítőleg 42 évre lenne elegendő. Mindehez éves szinten 10 000 köbméter vízre lenne szükség. Elég sok kavicsbányának meg más bányának az ügyével foglalkoztam, mert mi a kérdése ezzel kapcsolatban? Hogy át tudják-e érezni ezt a helyzet, amit van?
Én át tudom érezni. De ez nem volt komoly. Átérzi, de ennyi. De hát figyeljen ide, én ezt át tudom érezni, ha most egy pillanatra elvonatkoztat attól, hogy Kavicsbánya hozzám, állandóan olyan emberek járnak, akiknek valami baja van más emberekkel, vagy cégeknek más cégekkel, és nekem mindig át kell ezt éreznem, higgyel, hogy át tudom érezni. De ugyanakkor azt is át tudom érezni, hogy a másik oldalon, tehát egy kérelmezői oldalon, és milyen gondolatok vannak. Mind a két oldalnak vannak gondolatai, ha ez a kettő találkozik, akkor létrejön valami. Ennyi. Továbbra is ki fogunk tartani. Itt Madocsán biztos, hogy nem fognak bányát nyitni. Ha kell, akkor a polgári engedetlenség bármilyen egyébként jogszabályra fogadott legális eszközével élni fogunk. És elég elszomorító tény, hogy egy társadalom, egy helyi lakosságnak a mondhatni 100%-os döntését egyáltalán nem veszik be az eljárásba. A kavicsbányát tervező Betkavics Kft. Ügyvezetője a Szekszárdi Vas Péter. Ő felügyelőbizottsági tag volt a Fideszes Szekszárdi Önkormányzat tulajdonában álló Szekszárdi Sportközpont közhasznú non-profit Kft.-ben egészen 2019-ig. A Vas család szemengyára pedig több állami megbízást is kapott. A bányászati cég korábbi tulajdonosi köre pedig köthető a környezeti hatástanulmányt elkészítő Mecsekért ZRT-hez. Kerestük a Betkavics Kft.-t is, hogy megtudjuk, ígéretük ellenére miért ragaszkodnak mégis eredeti terveikhez. A cég azonban erre a kérdésünkre nem válaszolt.